reggelink azért is különleges, mert papaja az alapja, amiben növényi joghurtot tettünk, illetve granolát és áfonyát. Ezt granolában nagyon sokszor reggeliztem, és annyira vártam már úgy, hogy újra papaját egyek, szóval remélhetőleg ez nagyon finom lesz és nagyon friss. Óriási fürdőruha fotózás folyik. Ugye, én meg csak annáltam rá, hogy hozzak, de... Fél négy van, és foglaltunk helyet ebédre egy étterembe, amit meg szerettünk volna nézni 4 órára. Úgyhogy oda fogunk most mindjárt elmenni. Estére jöttünk ide a fővárosba, Ibizába, egy kicsikét sétálgatni. Most Zóra még elfutott felváltani az 5 eurósát apróra, mert fizetnünk kell 1 óra parkolást este 8-ig, szóval most 7 óra van. Amúgy étó nehéz itt parkolóhelyet találni a városban, viszont a parkolás az 1 euró per óra, úgyhogy olcsóbb, mint Budapest legtöbb zónájában. Az nagyon-nagyon szép, meg hogyha bárki ilyen kis cuki bárokat, végés házakat, éttermeket keresne, meg kis üzleteket, akkor amúgy nagyon-nagyon szuper. Biztos, hogy rengeteg szállás lehetőség is van, de mi direkt nem akartunk ilyen nagyon-nagyon városias, meg tömött részen lenni, szóval arról nem tudok nyilatkozni, hogy ez milyen, de nagyon-nagyon megéri egyébként ide is ellátogatni. Ja, meg az ebéd helyünkről akartam mondani, hogy nagyon-nagyon szép volt, és finom voltak a jel, viszont a koktélok borzalmasak voltak, szóval nagyon így Zóra így, mint hogyha ilyen, nem tudom, vízezet lett volna, vagy így nem is volt nagyon íze. Az enyém pedig annyira erős volt, hogy egy margaritát kértem, és nem is volt margarita íze, hanem csak ilyen tömény alkohol, szóval furi volt. Készül a házi paella. Nézzetünk ilyen paellás vízszerkeveréket. Van benne, szóval rizs, meg a fűszer, tofu, répa, kukorica, gomba. És hagyma. Na, a mai reggelt, mivel nincsen olyan nagyon-nagyon jó idő, ezért egy kis tartalomgyártással kezdjük. Van pár olyan munkánk, amit direkt magunkkal hoztunk ide, és itt szeretnénk lefotózni, meg felvenni hozzá a videókat. Most oké, nem süt a nap, mert kicsit ilyen az eső miatt így pocsolya van, de amúgy az első nap itt voltunk. Azon a napon, amikor még nem kezdtem el ezt a vlogot, amikor megérkeztünk, és csodálatos volt. Végig lehet itt napozni, meg amúgy nagyon kevesen szoktak ide lejárni, mert nyilván nekünk a tengerparton van, úgyhogy fogunk kicsit fotózgatni. És közben kisütött a nap, és tök jó idő lett. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy itt maradunk napozni a szállásunkon a medence mellett, illetve tovább olvasom a könyvben, már a felén járok. És amúgy, ja, amúgy nagyon izgalmas ez a könyv, de majd tervezek könyvajánlót, hogyha sikerül még a nyáron több könyvet elolvasnom, és majd abban mesélek róla bővebben. Na, felugrottunk ebédelni, a tegnapi pályánknak a maradékát fogjuk megenni, azt most újra melegítettük. És már úton is vagyunk. Csak trúdoltam. Mindjárt visszarakom a zenét. Szóval egy újabb várost fogunk ma felfedezni, aminek San Antonio. Újabb várost fogunk felfedezni, aminek San Antonio neve, és ez eléggé hotelekkel,
illetve éttermekkel teli, és nem olyan nagy. Szóval nem fogunk tudni nagyon-nagyon sokat itt sétálgatni, de nincsen nagyon sok nagyváros, vagy nagyon sok kisváros sem ezen a szigeten, úgyhogy kíváncsiak vagyunk rá, hogy milyen lesz, és nyilván a tengerparton található, szóval mindenhogy tudunk majd amúgy is a parton sétálgatni. Az egyetlen hibája ennek a bérelt kocsinak, hogy ablaktisztító folyadék az nem került bele. Úgyhogy tegnap így az esőnek hála, volt egy kis eső, miközben kocsikáztunk, úgyhogy akkor letisztult az ablak, de most még nem tudjuk letisztítani, szóval majd muszáj lesz valahol megállni és kézzel tisztogatni. Pero si no te lo hace ni rico, ¿cómo puede amarte? ¿Crees que es mentira? Itt van a Shopee, már sokan megdicsérték. Amúgy itt vannak ilyen nagyon luxi hotelek ebben a városban, szóval egy nagy sétára indultunk, és csak ezeket a hoteleket nézegetjük meg kívülről. Egy kis kontraszt egymás mellett. Fú. Lehet, hogy ilyen lánybúcsúsok álmad, de ez valami számomra borzalmas. Na, meg kell hagyni, hogy ez itt a legszebb hotel. Ez a Cubanito. Kívülről ilyen. Még ilyen kis zene is szól. Bevásárlások, perecünk, minden nap ettünk egy ilyet, meg almát is. Na, ime egy ilyen, mit vettünk a boltban, hol? Ezek mind Lidl termékek, mint például ez a guacamole és nacho. Ami még érdekes lehet, az igen, a szállított mangó. Ez sincsen az otthoni Lidlben, és annyira jó. Ebből vettünk egyet-egyet, amit majd hazaviszünk, illetve ezt a húgomnak vettem Aiba, mert ilyen sincsen otthon, és ez vegán praliné, szóval biztos ízleni fog neki. Ez itt pedig szintén már a hazavisszük szett, ezt majd Emiriónak viszem, ezt a csokit, ami amúgy szintén vegán, mert étcsokis, szóval ezt majd tudjuk együtt eszegetni. Illetve az otthoniaknak viszek ilyen turront, amit tudom, hogy nagyon szeretnek. Ez volt a kedvenc sós snackem, amúgy ezek itt mind merkadonások. Szóval ez volt a kedvenc sós snackem a Mercadonából, ilyen füstölt sós magvak. Imádom az ilyeneket. Ilyen szájat is ittunk, ez nagyon finom, de ezt egyébként Zóra viszi haza. Na, elérkeztünk utolsó napunkhoz itt Ibizán. Holnap reggel megy vissza egyébként a gépünk Bécsbe, és onnan fogunk majd Facebook-szal hazamenni. Szóval tényleg ez így az utolsó teljes napunk. Viszont amint látjátok, csodálatos idő van, pedig tényleg az előrejelzésben azt írták, hogy borús idő lesz és eső, mi erre számítottunk. Ahhoz képest, amit felkeltünk, már sütött a nap, és nagyon jó meleg van. Úgyhogy szokás szerint ki is jöttünk ide reggelizni a teraszra. Készítettünk egy sós, illetve egy édes változatot is a reggelihez. Na, eddig tartott a koszos üveg. Szóra megoldja. Visszatértünk ide Ibiza városába, ugyanis nagyon-nagyon szép volt az a part, ahol ma voltunk, és amúgy szinte az egyik legjobb szerintem azok közül, amiket megnéztünk, viszont nem is az, hogy nem sütött a nap, hanem konkrétan elelet az eső többször is, és akkor bebújtunk a kis napernyőnk alá, meg amúgy sikerült befejeznem a könyvemet ma, szóval ez tök jó. Viszont úgy döntöttünk így az esős idővel, hogy akkor nem szórakozunk ott most már többet a parton, hanem inkább eljöttünk és most sétálunk egy kicsit még itt ebben a városban. Na, mi felvettünk Zórával egy készülődős videót, amiben a ti általatok feltett kérdéseket válaszoltuk meg, úgyhogy az lesz majd valamelyik következő videó ezután. Most pedig úgy döntöttünk, mivel ez a mai az utolsó estünk, hogy elmegyünk majd még valahova sétálgatni a partra, iszunk még utolsó koktélt, aztán este igazából már csak összepakoljuk a bőröndünket, mert holnap elég korán megyünk haza, még ugye le kell adni a bérelt autót is,
és utána átvisznek minket egy kis buszra a reptérre. De még előtte tankolni kell az autóba, mert full tankkal kell visszaadni, szóval hosszú lesz a holnapi reggel, úgyhogy inkább rákészülünk ma este. Visszatértünk arra a helyre, ahol egyszer már koktéloztunk, de itt nagyon jó volt az élmény, és zsiroktávolságra van tőlünk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy itt zárjuk a mai napot. Na, Zóra egy ilyen tiki koktélt kért, ami ilyen trópusi, én pedig egy dinnyés margaritát. Na, mivel a csúcson kell abba hagyni, ezért most ezt a videót itt le is zárnám. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett. Én nagyon jól értem magam, meg jól érzem magam, remélem, igen. Úgyhogy találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!